Többször előfordul rajzolás közben, hogy az adott rajzelemeket fel szeretnénk osztani adott részekre, mondjuk például egy egyenes 5, azaz 5 egyenlő hosszúságú szakaszra szeretnénk felosztani, vagy éppenséggel azt tudjuk, hogy egy szakasz hossza 10-15 rajzi egység, és szeretnénk, ha ezt a hosszúságot fölmérné a rajzelemen az AutoCAD, hogy további műveleteket tudjunk végrehajtani. Ezt a két problémát támogatja a beosztás és a felosztás utasítás az AutoCAD rendszerében. Ezek a segédparancsok a kezdőlap fül rajzpanelján található, és ahogyan már megszoktuk, a lefele mutató nyílra klikkelve előkerülnek azok a kisebb fontosságú utasítások, amelyekkel hatékonyabbá tudjuk tenni a rajzolásunkat. Az első utasítás az ikonjai szépen mutatja a felosztás, azaz N darab része ossza föl az utasítás a rajzelemet. A másik pedig a beosztás, azaz a rajzelemet adott hosszúságú elemekre osztjuk be, itt már maradék képződhet, az ábra is szépen mutatja, hogy ha nem egész értéket tesz ki a beosztott szakaszok hossza, akkor bizony a maradék megjelenik a rajzelem végén. Nézzük meg tehát először a felosztást. Húzzunk egy egyenest, és azt mondjuk, hogy ezt az egyenest fel szeretnénk osztani, mondjuk 20 elemre szakaszra. FE, a rövidítése, FE, Enter, azt mondja, hogy válasszuk ki a felosztani kívánt objektumot, ráütök a kijelölő dobozzal, adja meg a szakaszok számát, 20 egyenlő szakaszra szeretnénk osztani, majd Enter. Most nem biztos, hogy megjelennek a pontok a rajzelemen, de aki nagyon szemfüles, az láthatja, hogy kisebb pixelek jelentek meg az egyenesen. Ez azért van, mert a rajzelem a felosztás és a beosztás utasítás esetén pont rajzelemeket helyez el a meglévő rajzelemen, és tudjuk azt, hogy a pontoknak van stílusa, annak megfelelően fognak megjelenni a rajztérben. Ezért most állítjuk be a pont stílust, ezt pedig megtehetjük a segédprogramok panelon, pont stílus menüre klikkelve. Válasszuk ki mondjuk most a karikát, okézzuk le, és már is megjelennek a pont objektumok. Nagyon fontos, hogy ezek a jelek pont objektumokat mutatnak, azaz ennyi új rajzelem jött létre a modelltérben. Rámegyek az egyikre, kijelölöm, gyors tulajdonságok, és lehet látni, hogy bizony ez egy pont. Szépen 20 egyenlő részre osztottuk föl az egyenest, az egyenes ki is lehet törölni, és akkor megmaradnak a pontok, és viszont célszerű egyébként az ilyen felosztás-beosztás parancs során létrejövő pont elemeket külön fóliára helyezni, hiszen a legtöbb esetben azért hozzuk létre, mert a további szerkesztés támogatja a pont sor. Például, ha belemegyek a vonalba, és rá szeretnék állni az adott pontokra, akkor a tárgy rasterben, ha bekapcsolom a pont opciót, így mi, akkor már is képes fölkeresni az AutoCAD ezeket a pontokat, és rá tudunk állni a mutatóval. Tehát alapvetően ezt a célt szolgálja. Most létrehozok egy másik egyenest, az előzőt kitöröltem. Megmérem a hosszát, hogy nagyjából tudjam, hogy milyen hosszú egyenessel dolgozok a távolság parancssal. Azt mondja, hogy a felde távolság az 2700 rajzi egység, akkor most olyan 200 rajzi egységenként be fogom osztani, rámegyek, és kiadom most grafikusan a beosztás, rövidítése ennek az utasításnak a BO, majd kiadjuk úgy is, és most nézzük meg, hogy a mutatóval az egyenesnek melyik végére klikkelek a kijelölő dobozzal, most az alsó végére klikkelek, megvan
a kijelölt rajzelem, most meg kell adni a szakaszoknak a hosszát, legyen ez 200 rajzi egység, majd Enter, szépen megjelennek rajta a pontok, mérjük le a távolsággal a szakaszok hosszát, valóban itt van, hogy 200, és a végén fog megjelenni a maradék, ahol ugye már 163,2 tized rajzi egység volt, tehát nem került ki egészszer ez a távolság a rajzelemen. Most húzzunk nagyjából egy másik egyenest, adjuk ki a beosztás utasítást, ezzel a végére klikkelek, és 200 rajzi egység, és mérjük le a szakasz hosszát, lehet látni, hogy ez itt 200, ez is 200, viszont itt a végénél 166,152, tehát ahol megütöm kijelöléskor a rajzelemet, az lesz a rajzelem kezdőpontja, innen kezdi fölmérni a szakaszokat az AutoCAD, és a másik végénél fog jelentkezni a maradék. A fönti egyenesnél itt jelöltem ki a kijelölő dobozzal, és itt keletkezett a maradék. Ennél az egyenesnél itt jelöltem ki a rajzelemet a kijelölő dobozzal, és a maradék itt keletkezett. Nem csak egyenes esetén működik például a beosztás meg a felosztás utasítás, hiszen ott azért más módok is rendelkezésre állnak, hogy mondjuk ezt a műveletet el tudjuk végezni, de például spline rajzeleme esetén, hogyha rajzolunk mondjuk egy térbeli vagy síkbeli görbét, akkor bizony, ha az a feladatom, hogy mondjuk 300 rajzi egységenként mérjek ki egy távolságot, és helyezzek rajta el egy pontot, akkor már bajba vagyok, hiszen itt egy ívvel kell dolgozni, azaz ív hosszal kellene dolgozni, így például körzővel vagy körrajzelem segítségével nem is tudnám megoldani a feladatot. Beadom megint azt, hogy beosztás, kilépek a Sprimeból, beosztás, kiválasszuk a spline rajzelemet, és megadjuk a szakaszok hosszát, legyen 200 rajzi egység, és nagyon szépen fölkeresi ezeket a pontokat az AutoCAD a modelltérbe a spline rajzelemen. Működik egyébként kör esetében is, beosztás, megadjuk a kört, 100 rajzi egység, és itt van a fölmérés, ugye onnan kezdi el fölmérni, ahol megütjük a rajzelemet, és ugye a kör esetén a maradék is itt fog képződni, tehát szépen lehet ezzel az utasítással dolgozni. A felosztás és a beosztás az egy nagyon hasznos funkció, de célszerű azt megjegyeznünk, hogy mivel nagyon sok új pont rajzelem jöhet létre, ezért azokat egy másik fórián illik elhelyezni. Nézzük most ezt meg, hogyan tudjuk megtenni. Létrehozunk egy új fóriát, legyen az a neve, hogy pont, a színe az legyen sárga, még ne legyen az aktuális, rajzoljunk egy vonalláncot, most menjünk át, legyen a sárga fória a aktuális, adjuk ki grafikusan a beosztást, megütöm a rajzelemet, kiválasztom, 200 rajzi egységet adok meg, és az aktuális fórián helyezte el ezeket a segédpontokat az AutoCAD, így miután már nincsen ezekre a segédpontokra szükségem, a pont fóriát ki tudom kapcsolni, most figyelmeztetett az AutoCAD, hogy ez az aktuális fória, és szépen tovább tudok dolgozni az eredeti rajzommal. A felosztás és a beosztás funkciót néztük át tehát ebben a videóban.